Sziasztok! Alternatív karácsonyfát már többféle alapanyagból készítettem, például létrát használtam alapnak, raklapot, illetve még tojáskartonból is építettem óriási nagy karácsonyfát, most pedig papírgurigákból fogok készíteni egyet. Papírgurigákat használhattok úgy is, hogy papírtörlőből vagy vécipapírból, ez utóbbi esetben én inkább előre javaslom, hogy vegyétek ki, mert ez egy picit higiénikusabb. Ezután a hengereket akrilfestékkel lefestettem, a külsejükre is kentem egy réteget és a belsejükre is. Két különböző zöldet használtam, hogy árnyaltabb legyen a végeredmény. Amikor teljesen megszáradtak a hengerek, a szélüket benyomtam, hogy kis élet képezzek, és körülbelül 2-3 cm széles darabokra vágtam. Az így kialakult szirmokat kicsit félretettem, amíg a papír kúpot elkészítettem a középső tartóoszlopnak. A kúpot egy vékonyabb kartonlapból hajtottam fel és ragasztottam össze ragasztópisztollyal, majd az egésznek talapzatot is építettem mikrokartonból. Ezt a tartószerkezetet szintén zöldre festettem. Amikor ez is megszáradt, jöhetett a ragaszgatás. 7 szintet ragasztottam, és alulról haladtam fölfelé. Egy-egy szintet szorosan ragasztottam ki, viszont a szintek között körülbelül egy ujjnyi szünetet hagytam. Ha kész vagytok a fenyőfával, természetesen még díszítsétek is fel, hogy karácsonyfa lehessen. Én most ehhez színes pompomokat használtam. A végeredmény egy különleges háromdimenziós karácsonyfa lett, amit hogyha nagyobbra készítetek el, akkor igazi alternatív karácsonyfa, és nem kell hozzá más, csak papírhengerek, úgyhogy készítsétek el feltétlen, akár dekorációnak, akár alternatív karácsonyfának, munkahelyre, vagy iskolába, vagy bárhova, ahova szeretnétek ezt elhelyezni. Remélem, hogy tetszett ez a videó, hogyha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel az Inspirációk magazin csatornára, hiszen itt hétről hétre jövünk különböző izgalmas inspirációkkal, életmód, gasztró és szépség témában egyaránt. Várunk titeket jövő héten is szeretettel. Sziasztok, szép kreatív napot!